A nyári felkészülés már véget ért az Alkoholfehérvár KC női kézilabda csapatának. Mihály Attila tanítványai a hétvégén a bajnokság rajtján az újonc Kiskunhalas ellen lépnek pályára idegenben. A tréner szerint az együttes készen áll a rajtra. Bár a csapatépítés nem fejeződik be, hiszen ez 8 hét kevés rá, én azt gondolom, hogy mindenképpen győzelmi esélyekkel megyünk Halasra, de meg kell küzdenünk. Ez a bajnokság, ez nekünk, nagyon fiatalok vagyunk, talán még fiatalabbak, mint tavaly. Én azt gondolom, hogy minden mérkőzésen meg kell küzdenünk, minden pontért. A célkitűzés a bajnokságra, hogy a fiatal csapat az új légiósokkal kiegészülve továbbra is az élmezőnyhöz tartozzon, és kiharcolja a nemzetközi kupa szereplés jogát, ahogyan tette azt az előző bajnoki kiírásban is. Ehhez első lépésként idegenben mindenképpen győzni akar a fehérvári együttes a Kiskunhalas ellen. Nagyon veszélyes ellenfél lesz, hiszen nagyon sok olyan játékos igazoltak, aki peremember volt a korábbi klubjában, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy veszélyt rejt. Ráadásul feljutó csapat, első NB1-es mérkőzés, úgy gondolom, hogy ez mindenképp mellettük szól. Én azt gondolom, hogy a mi frissességünk, harci kedvünk, az pedig mellettünk. A bajnoki nyitómérkőzés szombaton este 6 órakor kezdődik Kiskunhalason. Ezt követően hazai közönség előtt szeptember 9-én pénteken mutatkozik be a csapat a Veszprém Barabás KC ellenében.